dízelmozdonyok üzembiztossága nagy mértékben függ a napi vizsgálatok gondos elvégzésétől. A külső vizsgálatok befejezése után az ellenőrzési munkát a mozdony gépterében folytatjuk. A villamos készülékeket a nagy feszültségű készülékszekrényben ellenőrizzük. Ezt a vizsgálatot feltétlenül álló dízelmotor mellett feszültségmentes állapotban kell végrehajtani. A nagy feszültségű készülékszekrényben elsősorban a tisztaság követelményeit kell kielégíteni. A villamos készülékeket gyapottal vagy szegetlen rongyal törölgetni nem szabad, mert a visszamaradó szálak meghibásodást vagy érintkezési zavart idézhetnek elő. Az indító és gerjesztő kontaktorokon a vezetékcsatlakozások jóságát és az elmozduló alkatrészek szabad mozgását ellenőrizzük. Meggyőződünk arról is, hogy a működtető mágnestekert szigetelése és a kivezetések épek-e. Az elektropneumatikus működtetésű kontaktoroknál szintén meg kell győződni arról, hogy a léghengerek és a mozgató szerkezet épe, nincs-e levegőfúvás, és a kontaktorok az elektropneumatikus szerepek kézi működtetésére megfelelően működnek-e. A kontaktorok és relék érintkezőin és segéd érintkezőin beégési vagy ívhúzási nyomoknak nem szabad lenni. Amennyiben a réz érintkezőkön beégési nyom látható, finom, tiszta reszelővel szabályozni kell azokat. A fémkerámikus anyagú és az ezüst érintkezőket reszelővel után szabályozni nem kell. Azok akkor is biztosítják a megfelelő érintkezést, ha beégési nyom van rajtuk. Az ilyen érintkezőre rárakódott kormot kefével vagy rongyal távolítsuk el. A relétáblán elhelyezett reléken a csatlakozó kábelek rögzítésének jóságát és az akadásmentes mozgást kell ellenőrizni, valamint tisztításukról kell gondoskodni. A földzárlat relé kiiktató kapcsolójának bekapcsolt állapotban kell lenni. Ha földzárlat miatt kikapcsolt relével érkezett a mozdony, újra útnak indítani csak a hiba megkeresése után szabad. A kapcsoló táblán az előírt minőségű és értékű biztosítókat alkalmazzuk. Kiolvadt biztosítót mindig újra kell kicserélni. Átkötésük szigorúan tilos, mert veszélyezteti a villamos berendezést és tüzet okozhat. Rátekintéssel ellenőrizni kell a gerjesztő és a sönt ellenállásokat is. Az irányváltó helyes működését és érintkezőinek állapotát kell még megvizsgálnunk. Az érintkezőkön nem szabad beégési nyomnak lenni. Legalább 80%-os felfekvést kell biztosítani az érintkező felületek között. A nagy feszültségű készüléktér vizsgálatának befejezése után a vezetőállás ellenőrzése következik. A vezetőálláson a menetszabályozó és az irányváltó akadásmentes mozgását vizsgáljuk. A menetszabályozó helyes működéséről mozgatás útján győződünk meg. Figyeljük meg az érintkező ujjak felfekvését. A géptérben elhelyezett gépek vizsgálata és kenése szintén fontos feladat. A dízelmotor kenőolaj nívóját álló motor mellett kell ellenőrizni. A kenőolaj szint ellenőrzésére a nívópálca szolgál, amelyen meg van jelölve az alsó és a felső szint. A kenőolaj szintet mindig a két nívó között kell tartani. Az alsó nívó alatti kenőolaj szint elégtelen és veszélyes, a felső feletti pedig felesleges és káros. Ha a kenőolaj szint az alsó határ közelében van, az olajat utána kell tölteni. Ilyenkor első követelmény a tisztaság és az, hogy mindig az előírt minőségű kenőolajból töltsünk utána. Ugyancsak ellenőrizni kell a kenőolaj szintet a légsűrítőben is.
A gyűjtőteknőben összegyűlt kenőanyagot távolítsuk el. A dízelmotor fordulatszabályozójában is ellenőrizendő a kenőanyag mennyisége. Szükség esetén ezt is utána kell tölteni. Rátekintéssel ellenőrizni kell a befecskendező szivattyú és a fordulatszám szabályozó közötti mozgató rudazatot, és az egymáson surlódó alkatrészeket meg kell kenni. Ugyancsak rátekintéssel és kézzel való mozgatással ellenőrizendők a meghajtó kardán tengelyek is. A kardán tengelyekről a fölös kenőanyagot és a burkolat ellenére esetleg a környező villamos gépekre szóródó kenőanyagot gondosan el kell távolítani. Ezután beindítjuk a gázolajszivattyút. Működő gázolajszivattyú mellett, ha a gázolaj nyomása az 1,3 atmoszféra nyomás határt megközelíti, vagy a fölött van, következtetni lehet a szűrő elrakódására. Ilyen esetben a szűrőt ki kell mosni. A dízelmotor üzeme esetén a gázolaj a tartályban elhelyezett szívócsövön, a mozdonyszekrény belső oldalán elhelyezett, durva szűrőn keresztül jut el a gázolaj finom szűrőhöz, és ezen keresztül tovább a befecskendező szivattyúba. Üzemben a gázolaj finom szűrő oldalán elhelyezett háromállású váltó furatjelölése vízszintes, tehát a váltó nyitott állapotban van. A gázolaj finom szűrő mosása esetén az alul elhelyezett leeresztő csavarokat ki kell csavarni, majd a váltó balra függőleges helyzetbe állításakor beáramló mosóolaj a baloldali szűrőegység külső felületét leöblíti. A jobboldali szűrőegység mosása a váltó jobbra függőleges állásba állításával történik. A mosást addig kell végezni, míg a leeresztő csavar nyílásán keresztül tiszta gázolaj nem folyik ki. A váltót ezután eredeti vízszintes állásba állítjuk vissza, a leeresztő csavarokat pedig elzárjuk. A hűtőzsaluk mozgató berendezésének helyes működéséről is meg kell győződni. Különös gonddal kell ellenőrizni a mozgató berendezés csuklóit és csapszegeit. A kopott vagy erősen elhasználódott alkatrészeket ki kell cserélni. A csőcsatlakozások nem kifogástalan, hajlékony gumikarmantyúi menet közben bekövetkező meghibásodás esetén szolgálatképtelenséget okozhatnak. A vontatómotorokéhoz hasonlóan meg kell vizsgálni a főgenerátor kommutátorát, kefélyt és kefetartóit. Ha a kommutátoron minden második szeletnél vagy egyes szeletcsoportoknál erős elfeketedés vagy beégés jelentkezik, a hibát ki kell javíttatni. A gerjesztő segédgenerátorgépcsoport és a fordulatmérő generátor kommutátorát, kefélyt és kefetartóit és a szinkron erőgerjesztő csúszógyűrűit szintén ellenőrizzük. Vizsgáljuk meg a tüzelőanyag szivattyú villamosmotorát is. A hűtőszellőző és annak hajtásában a kardáncsuklók épségéről győződjünk meg. A vontatómotor szellőzőket a lapátok törése és lazulása szempontjából ellenőrizzük. Ezután beindítjuk a dízelmotort, és a vizsgálatot forgó dízelmotor mellett folytatjuk. Meg kell győződni elsősorban arról, hogy a dízelmotor olajnyomása, a gázolajtápszivattyú által szállított gázolajnyomása és a tetőventilátort hajtó hidraulikus hajtómű olajnyomása megfelelő-e. A dízelmotor járásának egyenletesnek és rendellenes zajoktól mentesnek kell lennie. Ha a forgó motor mellett zörgő, csattogó hang hallható, a szelepmozgató mechanizmust is meg kell vizsgálni. Az egyenletes befecskendezésről a porlasztócsövek kézzel való tapintása útján lehet meggyőződni.
Akár porlasztócsőfolyást, akár befecskendező elem tömítetlenséget észlelünk, a hibát azonnal meg kell javítani. A forgattyús szekrény szellőztetését a turbófeltöltők végzik. A szellőztetés mértéke a membrán szereppel állítható, és a mozdonyszekrény oldalán elhelyezett folyadék oszlopnyomás mérőn ellenőrizhető. A helyesen beállított szellőzés mellett üres járatban a légritkítás mértéke 10-től 30 mm, a névleges teljesítmény mellett pedig 10 és 50 mm között lehet. Az időjárási viszonyoktól függően a szellőző csatorna csappantyúját a megfelelő állásba kell állítani. A dízelmotor üres járása mellett az akkumulátor telep ampermérőjének nullát vagy csekély töltést kell mutatnia. Ellenőrizzük, hogy a mozdony világítási és jelzőberendezései üzemképes állapotban vannak-e. Meg kell győződni arról is, hogy a jelzőeszközök, szerszámok és tartalékalkatrészek hiánytalanok legyenek. Ellenőrizni kell a tűzoltókészülékeket és a tűzoltóberendezést is. A csapok gondos elzárásáról meg kell győződni. Ezt követően a mozdonyvezető vagy a vizsgálóbrigád vezetője aláírja a mozdony napi vizsgálatának ellenőrzésére szóló okmányt. A mozdony gázolajkészletének kiegészítése a vizsgálóhelyre való bejáráskor vagy pedig kijáráskor történik. Itt ügyelni kell arra, hogy a gázolaj betöltése tiszta töltőfejjel és szűrőn keresztül történjék. A napi vizsgálatok gondos elvégzése után csak teljesen kifogástalan állapotú és üzemanyagokkal megfelelően felszerelt mozdonnyal szabad a forgalomban részt venni.